iskolában 5 érzékszervről tanultunk. Ezek a látás, hallás, szaglás, ízlelés és tapintás. Újabb nevet kapott 3 másik érzékelésünk is. A thermoception érzékelés segít abban, hogy érezzük, a rövidnadrág nem elegendő öltözet a szánkózáshoz. A proprioception saját testünk érzékelése, azaz, ha nem is nézünk oda, akkor is érezzük, amikor felemeljük a lábunkat. Szerencsés persze, ha egyszerre csak az egyik lábunkkal lépünk, mert így elkerülhetjük az elesést, hiszen nem akarjuk a talaj közvetlen érzékelését a tapintás és az ízlelés útján. A kerékpározáshoz is fontos egyensúlyérzékelés az equilibrioception nevet kapta. A bringázáshoz szükségünk van az érzékszerveinkre. Egyrészt a biztonságos közlekedéshez, másrészt a kerékpározást nem csak közlekedés, élvezet is. Legyél jelen ott, ahol vagy, érzékeld és élvezd a környezetet, ahol tekersz. Ehhez a füledre is szükséged van. A kerékpáron a füles, a fülhallgató veszélyes, ne használd. Tekerj nyitott szemmel és úgy, hogy lásd és halld a világot körülötted, azaz kerékpároz örömmel és közlekedj biztonsággal.